Egykor így nézett ki az Észak-2-es lakótelep, a felvételek a 70-es, 80-as éveket idézik fel. Ezekre az évekre és az akkori hangulatra emlékeztek a lakótelep lakói egy egyedülálló nosztalgiapartin. Olyan emberek jöttek össze, akik együtt nőttek fel, felidézték a régi történeteket és azt, hogyan zajlott az élet a város eszegletében. Sok mindenre ad lehetőséget találkozni régi barátokkal, ismerősökkel, barátnőkkel, szerelmekkel, szeretőkkel. Én 75-ben születtem, szüleim 76-ban költöztek oda, úgyhogy mondhatom magam Tőzsökeres Szever 2-esinek. A Szever 2-esi lakótelepnek van egy olyan feelingje, amit nem lehet megmagyarázni. Nagyon sok barátság szövődött, amiből aztán kialakultak kapcsolatok, aztán ment a klikkesedés persze, már későbbiekbe. Tudtuk, hogy ki a Szever 2-esi, hova tartozunk, és hogyha kellett, akkor egyik a másikkor megmozdultunk. Uralkodott egy úgymond farkas törvény. Rengeteget voltam úton, rengeteget voltam edzőtáborok a versenyen, későbbiekben a fotball által, de mindig örültem, hogyha hazajöttem, és mindig a Szever 2-t, nem tudom, a városon belül is egy ilyen kis közösségnek éreztem. A lakótelepre 1976-ban költöztek az első lakók. Pór Tiborék 79-ben jöttek ide lakni. Először nem ismert senkit, de a focinak köszönhetően hamar barátokra lelt. Egy összetartó közösség alakult ki, úgy nőttek fel, mint egy nagy család. Az első hetek, hónapok azzal teltek, hogy ismerkedtem a baráti körrel, mert körülbelül 9 éves voltam, úgyhogy első emlékeim arról szóltak, hogy kerestem a barátokat, akiknél labda volt. Fociztunk sokat. Ha megállt a foci, akkor egyszer egy órában, mert akkoriban egyszer egy órában ment át autó, úgyhogy nekem az emlékezetemben ez maradt, ez a csöndesség a blokkok között. Mentek a klasszikus csíntevések, ami jellemző minden gyerekre, csak talán itt ebben a lakótelepben egy kicsit vadabb volt. Nem csak jó gyerekek nőttek fel itt Szever 2-n, kis bandák, akik egymás között pofoszkodtak is, úgyhogy nem azt mondom, hogy napi szinten, de megtörtént, hogy a vitákra a válasz ütés volt, vagy verekedés. Hát mindenki tudja, hogy mi történt Szever 2-n, például az a hátsó része, hogy miről szólt, nem volt egyszerű itt a élet, de nem is volt rossz, mi megszoktuk, és én is innen származok, úgyhogy bárhova megyünk, azért lehet, hogy büszkén kijelentjük, hogy én Szever 2-esi vagyok. A lakótelep mára sokat változott. A panellakások megmaradtak, de az egykori csendes városrészben csak úgy, mint máshol, rengeteg az autó. Az ott lakók egymáshoz való viszonya is megváltozott. Sok az új beköltöző, és gyakran előfordul, hogy a lakók csak köszönnek egymásnak, de elmennek egymás mellett.